Molekné Kürösi Beatrixot köszöntöm a stúdióban, az Egressy Béni Városi Könyvtár igazgatóját. Témánk pedig a Nemzedékek Egymás Közt családi program. Köszöntelek szeretettel. Szia, jó napot kívánok! Beszélgettünk már ugye erről a családi program sorozatról, ami a tavalyi évben indult októberben, és ugye akkor azt beszéltük, hogy 6 hónapon keresztül fog tartani, és hát nagyon jó szombati programot kínál a nemzedékeknek, ami alatt azt értjük, hogy gyakorlatilag a déd, a nagyszülőtől a gyerekig. Mi a következő soron következő programotok? Így van, természetesen, és ugye ez egy pályázat keretében valósul meg, a Színezzük Együtt Kazincbarcikát keretében kiírt pályázatra nyújtottunk be támogatási kérelmet, és sikeresen elbírálták. Most ugye február hónapban a Farsangot helyeztük előtérbe, mert úgy zajlanak ezek a családi szombatok tulajdonképpen, hogy mindig kötjük valamilyen aktuális évfordulóhoz, vagy valamilyen aktuális ünnephez. És hát most jelesül ugye a február, az a Farsangról szól. És kézműves foglalkozás keretében természetes anyagokból különféle állarcokat készíthetnek a család tagjai, ugye a gyerekektől a felnőttekig bezárólag, ahogyan te is említetted, hogy igyekszünk minden korosztályt megszólítani. Természetes anyagok alatt mit értünk? Milyen anyagokkal készültök? Hát itt talán a legismertebb mindenki számára a csuhé, de ezt csak díszítő elemként fogjuk használni, mert Soltészné Herceg Mária jár hozzánk ebben a pályázatban ezeket a foglalkozásokat megvalósítani, és ő egyedülállóan az országban ilyen nagyon különleges termésekkel foglalkozik, nagyon különleges terméseket használ fel a kézműves foglalkozásai keretében, egészen a mondjuk afrikai földrészen termő fa kérektől kezdve különféle termésekig. Érdekesen, meg tudni, hogy ezeket honnan szerzi be. Igen. De erről talán majd vele kell elbeszélgetni. Hát gondolom, és akkor hozza magával ezeket a... Így van, természetesen ő ehhez mindent biztosít, igen. Körülbelül hány főre számítotok az eddigi tapasztalatok alapján, mennyire volt népszerű ez a programsorozat? Egyre népszerűbb, de ugye ennek a programsorozatnak az volt a lényege, hogy 6 plusz 1 alkalomból álló foglalkozás sorozaton legalább foglalkozás sorozatból legalább 4 alkalommal részt kellene vennie ugyanannak a családnak, ugye? Tehát így épülnek fel a programok, mert a plusz 1 alkalom az áprilisban lesz majd, és azon egy kis vetélkedőt tervezünk a családoknak, hogy az általunk átadott különféle információkból játékos formában számot adhassanak, természetesen majd egy kis jutalom ellenében. Úgyhogy olyan 40 főnél megálltunk, és körülbelül 40. Tehát ez azt jelenti, hogy nyilván nem biztos, hogy minden család ráér minden alkalommal, de egy olyan 35-től 45 főig általában minden alkalommal jönnek. És ugye a mostani alkalommal, amit mondjunk el, hogy pontosan melyik napon is lesz és hány órától? Ez most a hétvégén szombaton, február 15-én 10 és 12 óra között fog zajlani, és természetesen benne a könyvtárban. És ugye farsangi népszokásokat is felelevenítetek. Így van, természetesen, hiszen ugye, mint ahogy említettem, hogy igyekszünk valamilyen tudásátadást is eszközölni ezeken a programokon, és hát most a természetes anyagokból történő állarc készítés az egy kicsit hajazni fog a busó járásra és a busó állarcok készítésére, úgyhogy a busókról fognak többet megtudni majd most ezen a programon résztvevő családok. Akkor tulajdonképpen egy kézműves foglalkozás lesz, ismeretterjesztéssel egybekötve. Így van, természetesen, és ugye az alakok oskodást helyezzük középpontba. És hát akkor kicsit szaladjunk előre, mert ugye a március-áprilist is említetted. Márciusban mi várható? Márciusban a családi programon majd nőnap köré szervezzük a programunkat, és ugye ott szeretnénk kiemelni a családban élő nőket, ugye a nőnap kapcsán, tehát az anyákat, nagyszülőket, és hát természetesen a kislányokat is. És a nőket ünnepeljük. Így van, és akkor a nőnappal, illetve a nőkkel kapcsolatos dolgokat fognak hallani majd a résztvevők, és hát természetesen nőnapi ajándékokat fogunk majd velük készíteni, mert hát azért mindig szükség van valami kis csecsebecsére, amit a aztán hazavihetnek. Így van, hát nekünk nőknek különösen természetesen, de hát azért ugye a gyerekek mindig szoktak örülni, hogyha valamit készíthetnek, és azt utána hazavihetik magukkal. Talán beszélgetünk már erről októberben, amikor indult ugye a programsorozat, de most már a tapasztalatokról is beszélgethetünk. Kik a legfiatalabb, kik képviselik a legfiatalabb
fiatalabb korosztályt ezeken a programokon, és a legidősebbet. Tehát, hogy itt az életkori spektrumra vagyok kíváncsi, hogy ugye az tulajdonképpen a programsorozatnak a lényeg, hogy kicsik és nagyok együtt. Így van. 70 éven felüli nagyszülők vannak, akik a legidősebbek ebben a programban, illetve hát én mindig szoktam ezen egy kicsit lovagolni, hogy minél kisebb korban kell elkezdeni az olvasásra a szoktatást, illetve a könyvtár használatra való szoktatást. Tehát mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy karonülő babák is járnak hozzánk szülőkkel a könyvtárba, és hát nem lehet elég korán elkezdeni a könyvtárba járást. Pontosan. Hogyha már koronülők is ebben járnak. A programban is van még olyan csecsemőkorú baba tulajdonképpen, akit még a babakocsiban hoznak, tehát ő még nem aktív résztvevője ezeknek a programoknak, de már a könyvszeretete már beleivódik az ő életébe. Természetesen, tehát hogy ebben a közegben látja akár a testvérét vagy a szüleit, ez ugye természetesen megnyugtatólag hat a babákra, és hát ugye ez is a lényeg, hogy ezek egy-két év múlva ezek a gyerekek majd vágynak is arra, hogy olvassanak nekik, vagy forgassák a kezükben a könyveket, és hát természetesen járjanak a könyvtárba. Van egy másik pályázat is, ami éppen most januárban vette kezdetét. Kérek, hogy erről is számolj be nekünk. Ugye ez is a Színezzük Együtt Kazincz Barcikát program keretében valósul meg. Igen. Pályázat keretében valósul meg. Igen, ez egy másik projekt, ami január 1-jével indult tulajdonképpen, és egészen december 31-jéig fog tartani, tehát 2020-ban ez végig fog menni a könyvtár különféle szervezett programjain. És hát ahogyan említetted, ugye januárban el is kezdtük. Ennek az a lényege, hogy megpróbáljuk olyan információkkal ellátni a programon résztvevőket, amelyek a mai digitális világban segítenek az eligazodásban. És most éppen ma fog véget érni egy tanfolyamunk, egy nonformális képzésünk tulajdonképpen, amely okos eszköz használatról és közösségi média használatról szól. Ez kiknek szól alapvetően, teszem fel a kérdést, mert hát ugye mondhatjuk azt, hogy azért a fiatalabb korosztály ebben gyakorlatilag specialistának számít, az okos eszköz használat és ugye közösségi média használatban. Tehát hogy gondolom, hogy alapvetően inkább az idősebb korosztály célozzátok ezzel a programsorozattal. Elsősorban a 60 éven felülieket szeretnénk megszólítani, és hát tapasztalataink azt mutatják, ugye, hogy ők a legjobban vevők az ilyen típusú programokra, és hát az ő életükben ugye ez hiánypótló alkalomként, hiánypótló képzésként szolgál, hiszen amikor ők jártak még iskolába, vagy vettek részt közoktatásban, akkor még nem volt ilyen jellegű oktatás, tehát még az informatika az tulajdonképpen nem is létezett az ő számukra, ugye amikor ők még általános és középiskolások voltak. És hát nagyon élvezik az idősebb emberek, és ugye elsősorban tablet és okostelefon használatról beszélünk. Tulajdonképpen itt az alapokkal kezditek? Tehát, hogy egyáltalán amikor kezébe veszi a tabletet, telefont, akkor nagyjából menüpontonként vagy, tehát hogy képzeljük el ezt az oktatást? Mi az, amit alapvetően, milyen ismeretekkel fog gazdagodni az, aki részt vesz ezen a tanfolyamon? Természetesen az alapoktól indulunk, egészen onnan, hogy az első néhány óra az asztali számítógépek előtt zajlik, és igyekszünk azt demonstrálni a résztvevők számára, hogy mi az, ami közös egy asztali számítógép használatban, illetve mondjuk egy okostelefon használatban. És ugye mivel mobileszközökről is beszélünk tulajdonképpen a mobiltelefon és a tablet esetében, tehát hogy magukkal vihetik, ugye egy asztali számítógépet azért nem szokott senki magával hurcolni napközben, vagy akárhová megy, és hát természetesen ugye az operációs rendszerektől kezdve, hogy miért van szükség arra, hogy egyáltalán tudja-e használni számítógépként is az okostelefonját. Tehát ezekkel kezdünk, és akkor utána folyamatosan építjük fel. Hát azért a Facebook az már nagyon népszerű ugye az idősebbek körében is, és hát némi fogalmuk... A helyes Facebookozás... Némi fogalmuk van, igen, de azért főként a veszélyekre igyekszünk felhívni a figyelmet. Meg hát, hogy itt a különféle megosztásokkal kapcsolatban is, hogy hogyan lehet úgy megosztani tartalmakat, hogy az ne legyen utána számunkra akár negatív hatással is, vagy bármelyik barátunk számára, illetve hogy hogyan tudják kihasználni kapcsolatteremtés szempontjából ezeket az elektronikus médiákat. És lesz még egy másik fontos pályázatotok, bár azt ugye a könyvtár fogja, hogyha jól tudom, megpályáztatni.
és nagyon izgalmas művek készülhetnek. Igen, ez szintén az egyik színezők együtt Kazincbarcikát pályázat keretében fog zajlani. Fogunk hirdetni egy mese és novella író pályázatot, aminek az lesz a lényege, hogy a csodálatos festett házfalaink közül választani kell a résztvevőknek egy házfalat, és ennek kell kitalálnia a történetét. Tehát kvázi e köré kell megteremteni egy mesét, avagy novellát. Így van, igen, természetesen, és hát általános iskolai és középiskolai tanulók körében szeretnénk ezt a pályázatot meghirdetni, és hát menet közben egy kicsit át is gondoltuk, ugyanis lesz egy különleges kategóriája is ennek a pályázatnak, képregényt is lehet majd alkotni. Wow. Tehát lesz mese, volt már ilyen, novella? Vagy ez az első ilyen jellegű pályázat? Nálunk még nem volt ilyen, ez lesz az első. Ilyen szerintem a városban is, úgyhogy nagy érdeklődést várunk ez irányban, és hát remélem is, hogy fogja érdekelni majd a fiatalokat és a gyerekeket. Tehát nem szeretnénk nagyon nagy terjedelmű műveket kapni, úgyhogy maximalizálni fogjuk majd 4 vagy 6 oldalban, A4-es oldalban az írományokat és hát a képregényeket. Nyilván a képregény az egy kicsit majd nagyobb terjedelmet igényelhet, de így fog szólni majd a kiírás, amelyet már a napokban fognak is látni majd az érdeklődők. Ennek az eredménye várható a mikorra? Mikorra várható? A pályamunkák beadási határidejét azt május végére, május közepére tervezzük, és akkor ugye nem sokára utána vége lesz a tanításnak, a tanítási évnek, és hát szeptember-október körül gondoljuk mi úgy, hogy egy szakértő zsűri bevonásával természetesen el is tudjuk bírálni a pályamunkákat. Különlegessége sok lesz még egyébként ennek a pályázatnak. Az egyik az az, hogy minden október elején ugye zajlik az országban egy nagy rendezvénysorozat a könyvtáraknak, az Országos Könyvtári Napok. És ennek a keretében mi szeretnénk majd egy nagyobb volumenű szakmai napot tartani, amelyre meghívnánk a szakmánk jeles képviselőit, és azon a napon szeretnénk az eredményt kihirdetni, és az ajándékokat átadni a nyerteseknek. Ez az egyik különlegesség ennek a pályázatnak. A másik különlegessége pedig, most már én azt gondolom, hogy elárulhatom azt is, a legjobb pályamunkákat szeretnénk egy nyomtatott könyv formájában is megjelentetni, és mellékletként egy hangos könyvet is szeretnénk majd ehhez a könyvhöz. Hát azt gondolom, hogy az elég inspiráló lehet ez. Igen, az információ. Ebben bízunk mi is, és a hangos könyvhöz pedig majd szeretnénk olyan diákokat felkérni az olvasáshoz, akik nagyon jól teljesítenek különféle szavaló versenyeken például. Szuper, akkor összekötitek ezt a két dolgot. Igen. Hát azt gondolom, nagyon sok színes program vár akkor rátok, ebben az évben is. Van olyan, amit esetleg kihagytunk és szeretnél megemlíteni? Hát nagyon sok minden van, sok minden, de szerintem majd fogunk mi még találkozni, biztos, és akkor majd mindig az aktuális dolgokról, és hát természetesen nem csak ránk vár sok program, hanem mindenkit szeretettel várunk a könyvtárban. Érezzétek nagyon jól magatokat most szombaton is, február 15-én, és kellemes farsangot. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.